És bizony a hólyagrák esetében is vannak olyan munkahelyek, ahol az ember bizony összeszedhet olyan káros anyagokat, amelyek következtében megnöveli annak a kockázatát, hogy egy ilyen betegség kialakuljon az embernél. Onkológiai sorozatunk folytatódik, tehát most terítéken a hólyagrák. Itt van már professzor dr. Tenke Péter, központvezető az Urológiai Daganatsebészeti Központtól az Országos Onkológiai Intézettől. Jó reggelt kívánok! Illetve dr. Ágoston Péter, résztegvezető főorvos a Sugárterápiás Centrumból az Országos Onkológiai Intézettől. Jó reggelt kívánok szintén! Jó reggelt. Kezdjük akkor azzal, hogy maga a hólyagrák az egészen pontosan mit akar, milyen betegségről beszélünk? Ez tulajdonképpen a hólyag nyálkártyájának a daganatos megbetegedése, tehát a hólyag nyálkártyáját borítja be, és az ugye egészen a vesebedencéig tart, tehát magyarul a leggyakrabban ugye a hólyagban fordul el 90%-ban, és 8%-ban fordul el esetleg a vese medencéjében, illetve 2%-ban a húcsőben, mivel egy nyálkártyát képezi. Az urológiai daganatok, rossz indulatú daganatok között úgy kell menni, hogy ez a második leggyakoribb halálok. Genetikai háttere milyen van? Esetleg hajlam, hogyha mondjuk az ember családjában volt már valaki, akinek hólyagi rákja volt? Igen, itt is van, lehet genetikai hajlam, nem olyan erős, mint egyes betegségeknél, ahol akár a gént is felismertük, hogy mi az a genetikai mutáció, eltérés, ami okozza a betegséget, de 5-7%-ban genetikai hajlamot itt is meg lehet találni. Azonban talán sokkal fontosabb és nagyobb jelentőségű, ha azt megemlítjük, hogy a dohányzás viszont ismerten egy olyan tényező, ami ugye a daganat kialakulásában fontos szerepet játszik, tehát úgy tartjuk, hogy a hólyagrákosok 50%-ánál a dohányzás mint kórokot ki lehet mutatni. Tehát ez nagyon fontos tudatosítani, hogy az esetek nagy részében ez a környezeti tényező, szokás, szenvedély a felelős a betegség kialakulásáért. És itt hozzá kell tenni, hogy még az elektromos cigarettával is, bár nincsenek olyan egyértelmű vizsgálatok, mint a cigaretta dohányzással kapcsolatban, itt is jönnek elő olyan vizsgálatok, amik azt mutatják, hogy egyes anyagok, az elektronikus cigarettából felszabaduló anyagok kiválasztódnak a hólyagnyálkahártyában, és esetleg akár krónikus gyulladáson keresztül, de rákhoz, rák megelőző állapothoz vezethetnek. Vannak olyan foglalkozások is, amelyet, hogyha űz valaki, akkor fokozottabb a veszély annak, hogy ilyen kialakulhat? Igen, ugyanúgy, mint a dohányzásnak is a rizidikó tényezője, ezek az amintermékek, amik lebomlanak így, tehát ugye a bőr festéssel foglalkozók a festékgyárban, textilgyárban, különféle, például a kéményseprők, amikkel kapcsolatban felfedeztek, tehát ezek a veszélyes gumi, kaucsukkal foglalkozó embereknél, ezek a veszélyes munkakörben mindenképpen kell ellenőrizni, és itt térnénk rá ugye arra is, hogy nagyon fontos, hogy nagyon gyakran ez a betegségben csak például egy háziorvos veheti észre, hogy a beteg vizeletében mikroszkopikusan vér van, tehát nem minden esetben jelentkezik olyan tünet, mint mondjuk a vérvizelés, ami úgy tanultuk, hogy telefondiagnózis, tehát ha valakinek panasz nélkül írt, elkezd véres lenni a vizelet, akkor egyből a hólyagdaganatra kell gondolni, de valakinek mikroszkopikusan már vér van a vizeletében, főleg itt, ahogy Ágoston főorvos mondta, hogy ezekben a rizikó betegekben például az Egyesült Államok javasolják a szűrést is, tehát az, hogy a nagy dohányosoknak menjenek-e vizeletvételre, ha mikroszkopikusan vér van, akkor tovább kell vizsgálni őket. A szűrés megelőzés mindig nagyon fontos. Magyarországon mennyire gyakori ez a betegség? Ugye a rákregiszter adatai alapján azt látjuk, hogy a daganatos betegségek között ez a hatodik leggyakoribb betegség, tehát azért elől van a listában. Az urológiai megbetegedések daganatos betegségek között a második. Ez körülbelül évente 3000 új megbetegedést jelent, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy a Covid előtti időben, mert ugye addig nagyon pontos a statisztika, ott a Covid fertőzés és pandémia az megzavarta a rák statisztikákat, hiszen kevesebb rákos megbetegedést fedeztünk fel abban a két és fél évben. Ugyanakkor az előtte, tehát 2010-től 2019-ig terjedő időben nőtt a megbetegedések száma, tehát 3000 fölé emelkedett néhány százal. A halálozás vonatkozásában ott egy kicsit hátrébb van a daganatos statisztikában, a 9. körülbelül az összes daganatos megbetegedést figyelembe véve, ugyanakkor az urológiai tumorok között ott is a második helyen van. Itt is nőtt tehát a halálozási arány, de egy kicsit kevésbé, mint a megbetegedések aránya, tehát a kettő aránya, a megbetegedés és halálozás aránya javult az utóbbi időben, úgyhogy talán bízhatunk abban, hogy ez a korai felismerés
nek is része van ebbe, illetve hát az egyre jobb kezeléseknek is része lehet ebben. Egy percünk még maradt. Hogyha megtörtént a baj, akkor hogyan lehet kezelni? Ugye a hólyagdaganatoknál nagyon gyorsan, átlagban 70%-ban felettes a hólyag csak a nyálkártyát érint, ilyenkor elég az endoszkópos eltávolítás és a rendszeres kontroll. Ha viszont az izomzatba tör bele, akkor egy előkezeléses kemoterápiát követően sajnos el kell távolítani a hólyagot, mert ez biztosítja a betegek 80%-os túlélését. Hála Istennek ma minimál invazív technikák bevezetésével, vagy Országos Onkológiai Intézetben is elérhető a robottechnikával, el tudjuk távolítani az egész hólyagot, bélhólyagot tudunk képezni, és így az családnak egy olyan embert tudunk visszaadni, az életminősége is megfelel, és meggyógyulhat a daganatos megbetegedéséből. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és mindezt elmondták nekünk.